Szerbusztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki lát és hall minket. Beszélgető társam Szentes Róbert. Szia Robi! Köszönöm az időt, amit velünk töltesz újra, hogy kérdezhetek tőled. Elmondom neked őszintén, egy jó ideje, mint egy detektív figyellek téged, a tanításaid nyomán persze, és hát legalább egy éve már ez, de figyelek másokat is, megmondom őszintén, mások tanítása is elém kerül, és szívesen meghallgatom a más tanítókat is, és más emberek megélését is a saját megélésem mellett. És így ebből születtek nekem most kérdéseim. Láttam, körbe került nekem nevél. A neve neked biztosan ismerős, az ő tanításai, és meg szeretnének kérni arra, hogy mondanál egy pár szót, én nagyon nagyra tartom őt is, ahogy úgy belekukkantottam néhány írásába, és nagyon-nagyon inspiráló. Légy szíves, te jobban ismered bizonyára, és legyél szíves, és mesélj róla egy picikét, utána jövök a többi kérdéssel. Oké, okay, szia. Neville Goddard egy fantasztikus elme volt, 1905-ben született, és 72-ig, tehát 60, ugye 7 évesen távozott, és egy nagyon kemény kihívásba volt része, mert bejött igazán a világháborús korszakunkba, ahol egy nagyon-nagyon alacsony tudatosság szint volt, és behozott egy olyan magas isteni tudatosságot, amit nagyon kevesen értettek. És ezt az ábrát megmutatom neked, mert azt hiszem, hogy ez segít az embereknek látni, hogy ő miről beszélt, és én miről beszélek, és a kettő egy és ugyanaz. A mátrixi világ, a 3D és invertált mátrix, ez a piros háromszög, amit itt láthatsz, és ez arról szólt, hogy traumatizálva voltunk, bántottak, erőharcok, háborúk, mindenféle ítélkezések, félelmek, akkor támadások, polaritások, dualitások, és tovább is van mondja még. Tehát ez egy nagyon-nagyon utálatos világ volt, ezt minden értelmes szívbéli humán ezt tudja. Ez volt az antikrisztus világ. Ez emberellenes volt, igazságellenes és Isten ellenes. Na most, ha megnézed ezt az ábrát, mikor átdolgoztuk magunkban ezt a sok polaritás, dualitást, már nincs jó vagy rossz, nincs, tudod, ez meg az, ez a rengeteg konfliktus bennünk, ami az elme, akkor eljutunk erre a alsó gömbhöz, amit krisztusi tudatosságnak hívnak. Ez lett volna a cél, hogy az emberiség eljött ide az ötödik dimenzió belépéséhez, ez volt az eredeti elvárás. Polaritásmentesség, tiszta elme, traumamentesség, nincs szorongás, nem félünk, őszinték vagyunk, egymást szeretjük, és magunkat szeretjük, és szeretjük az Istent. Na most elfelőtt van még két szint. Van a szólár krisztusi tudatosság, ez 8 oktávval van följebb, mint a krisztusi tudatosság, és van a szólár tudatosság, ahol Neville Goddard jött. Tehát azt a szintet képviselt. Na most képzeld el, hogy ezt a mennyei tudást, ezt az isteni rálátást próbálta a háromszög aljában tartózkodó embereknek átadni. Olyan, mint egy egyetemi tanár az óvodába próbált tudod előadást tartani. Szerinted nagy hányan kihívás. Szerinted hányan értették? Oké. Okay. Az volt a célja neki. Valószínűleg ők is a Shambhala küldte, tudod, az itik, meg a felsőbb, a fény vezetés küldte, hogy kezdje el pedzegetni a belső irányt, és amit ő mondott, hogy az Istennel való kapcsolat old meg minden problémánkat. És ez persze a legtöbb ember akkor azt hitte, hogy ha ő templomban jár, akkor ez neki megvan, de nincs meg. Én is emlékszem, hány interjúmban mondtam, és tudom, hogy fájó, meg tudom, hogy ütős, de az ember meghallani, akkor van esély kiútra. Erre mondtam, az emberek istentelenek. Az antikrisztus világában éltünk, antikrisztus programjai futnak az elmében, ami
Emberellenes, istenellenes. Megmondom, miért nagyon fontos ez. Mostantól kezdve nem fog tudni gyógyulni az az ember, aki istenellenes. Nagyon sok olyat látok, tudod, én is coach képző vagyok. És vannak coachaim, terapeutákat képzek, akik tényleg foglalkoznak emberekkel. Ez nekem jó, mert erre nekem nincs kapacitásom, viszont én segítek nekik, ők segítenek az embereknek. Nagyon sok olyat hallok, hogy ez az illető nem javul. Ő se javul, csak romlik az állapota, habár rengeteget oldunk. Megmondom miért. És megmondtam nekik, és ők visszamondják a kliensnek, és a kliens majdnem összeesik. Mert istentelenek. És ez a sejt emlékeinkben vannak, ezek az elmébe vannak. Elszakadtunk a teremtőtől, kiestünk az Isten kegyeiből, és játszottuk ez az ego, ez a sátáni programozás. A sátáni programozás játszott az Isten. Ebben a pénz, az ego, támadások, a nő utálja a férfit, a férfi, tudod, bántja a nőt, és tudod, több, egy millió. Mondtam többször, hogy az ember egy nagyon erős lény, viszont, hogy elfogadta az antikrisztusi programokat, átment egy nagyon sötét és egy nagyon buta kategóriába. A butaság mellett ott az aljasság, a gerinctelenség és a becstelenség. És ezt kell nekünk fénymagok magunkon keresztül feldolgozni és elengedni. Tehát amit Neva Gárod mondott, az csodás. Én annyira respektálom azt az embert, és az én kurzusaimban is nagyon sok anyagot megosztok tőle. Emlékszem, Németországban voltunk kb. 5 évvel ezelőtt, egy 3 hónapot töltöttünk ott Tulival, mert mi is tanítottunk, és képeztünk ki kócsokat. És amikor jártunk el a konditerembe, Neva Gárdot hallgattam. És érdekes, hogy az útja elején, az út végére, hogy milyen kvantum szintű ugrásokat tett meg. Viszont, ami nagyon érdekes volt akkor már nekem, hogy ő is mennyit panaszkodott az emberi butaságról, az emberi aljasságról. Ez persze az ember nem hallja ki, mert tudod, a holló-hollónak nem válja ki a szemét, mikor az ember alacsony rezgésen, akkor nem hallja a magasabb igazságot, még akkor is, ha azt hiszi, hogy az ego elmondta neki, hogy már érted, nem érted. És én erre ajánlok, vagy csináltam ezt a rendszert, hogy segítsek az embereknek ne csak a teóriát, ne csak az ötleteket, ne csak magát az energiát érezni, hanem egy precíz, metodikus kilépési a rendszert átadni az embereknek, mert mind a kettőre szükség van. És úgy elgondolkoztam sokszor, hogy annyira tisztelem ezt az embert, és annyira őszinte és szerető, és ugyanazon ment át, amin mi átmentünk. Próbálja segíteni az embereket, és marnak bele, martak bele, ahogy belénk marnak, és tudod, most már hál' Istennek ennek vége lesz, én nekem ennyiből sokkal könnyebb, mint neki volt, mert egy évszázaddal később jöttem, évszázaddal később küldtek, mint őt, tehát őt ugyanúgy marták, mint minket martak, csak nekünk most itt az égi segítség, és itt a tisztulás és az új földre való belépés. Szóval nagyon örülök ennek, ez egy hatalmas feladat, és hatalmas felelőssége jár, és a következő kérdésed még annyit szeretnék mondani a csillagmagoknak, a fénymagoknak, hogy ezek nagyon összezavaró, potenciálisan zavaró idők. Nem tudja az ember, kinek higgyen, mibe higgyen, mire figyeljen. Egy és egy dolgot tudok most itt javasolni, aztán majd lebontjuk. Amit Neva Gárd mondott, azt én is mondom. Integráld magad vissza az Istenhez, az isteni szeretethez, ha meg akarsz gyógyulni lelki, érzelmi és testi szinten, az és csak is az az egyedüli út. Igen, én is azt érzem, hogy az útirány az egy. Ugye mindenkinek más a kifejezés módja, hogy az emberek, ahogy rezonálnak egy-egy tanítóra, mindenki más szemszögből, más nézőpontból figyel. És nekem úgy tűnt, ahogy beszélgettem nagyon sokakkal, hogy van, aki mást hall ki, hogy hogyan van, ezt hogyan látok, hogy valaki más hall ki a te tanításodból, és mást hall ki Neville tanításaiból, holott egy irányba mentek. Ugye te
a veszőparipád a trauma oldást, nagyon sokat emlegeted a traumát, bűnös tanítók nem beszélnek a traumákról. És emberek így talán azt hiszik, hogy akkor most itt valami különbség van, hogy most akkor melyik irányba menjenek, és így hezitálnak, hogy te ezt hogyan látod. Én ezt úgy látom, hogy egy irány van, de mégis, ahogy a környezetemet is én is látom, hogy nagyon sokakban ez másképp csapódik le, más hal ki, ez mi miatt lehetséges. De hogy a traumák, és jó, sokan mondják, hogy miért kell, hogy meddig kell még a traumákat oldani. Hogy ugye vannak meditációk, van, aki a meditációra fókuszál, most említek egy nevet csak a sok közül, Joe Dispenza, az az úr. Bár ő is azt mondja, hogy az elmét azokat a programoktól, ha nem tisztítjuk ki magunkat, akkor hiába, akkor nem fog megvalósulni az a cél, amit szeretnénk elérni, az egyéválása, a valódi lényünkkel. Hogyan látod ezeket a dolgokat te, hogy az emberekben ez a kettősség így kialakult mégis? Ott egy irányba mentek, nagyon sok tanító, én azt látom. Szuper a kérdés, mert tudod, én az elmét tanítom, és Jézus is az elmét tanította, hát ahogy említettem Péter nemrég az interjúban, hogy az apostolokkal is nem más, semmi másról nem beszélt, csak az elméről és annak a fontosságáról. Az elme olyan, ez az első kérdésedre válaszol, hogy ott az töröl, torzít és általánosít. Tehát töröl. Hányszor kell neked szerinted egy mozit megnézni, hogy igazán minden emlékezz? 100-szor, 200-szor. Tehát Igen. hányszor kell egy könyvet elolvasni? Az igazság, hogy az emberek igen. egy nagyon vékony szívószálon csöpög csak belénk az információ, még akkor is, ha túl sok jön, azt mi kiszűrjük. Igen. Ahogy mi szűrjük az információt, az annak függvényébe szűrődik, amit eddig mi átéltünk. Minél traumatizáltabb egy ember, minél telébb van az elméje rossz emlékekkel, annál inkább rossz konzekvenciákat von le. Magyarul mindent az ember a saját világa szerint fordít. És ezt én értem, azért is mondom, sokszor ugyanaz, ha bár már a könyökömön jön ki, mivel erre már rengeteget beszéltem videókban, és a tréning kurzusaimban is ott vannak. Pont ma beszéltem az egyik kedves a kurzustagommal a belső körben, az Expert Coachból, és mondta, hogy atya, most, hogy elértem az Expert Coach végére, most visszamentem a Master Yourself-ig, és teljesen mást hallok ki, mondom, na látod. És ez a szűrő, ez elkerülhetetlen. Ez neked is ott van, nekem is ott van. Tehát muszáj szűrni, különben felrobbanunk. Tudod, a tűzcsapból nem tudunk kinni, tehát tényleg le kell a hangerőt le kell venni, az információ mennyiséget. Na most, az emberek, ha ezt nem tudják, hogy potenciálisan rosszul szűrnek, és rosszul szűrnek, azaz rossz konzekvenciákat vannak le, és ezt onnan tudod, hogy nem működik az élet. Hogy szoronganak, hogy nem jó a kapcsolat, hogy az anyagiak teremtése terén is, ha az elme üres, ha nem szűrünk ki fontos információt, akkor jól vagyunk. Ha nem vagyunk jól, akkor ott van valami ellenprogram. Tehát ez az első, hogy ki mit hall ki, attól függ, hogy milyen tudatosságunk van. És ez frusztrálta nagyon szegény a nevet, Neville Goddard, és hogy nem hallják az emberek. Az ego elhitett az emberek, hogy értik, és nem értik. Ő egy egyetemi tanár, bement az óvodába, elkezdett beszélni, az óvisok fakarda a hadonásznak, és akkor írna gyorsan egy könyvet, hogy én Neville Goddardtől végeztem. Nem végezték. Nem értem. De újra meghallgatod, és takarítod a buksit, utána elkezded megérteni. A Kevin Trudeau is nagyon sokat beszélt erről, hogy az emberek annyira felszínesek voltak, a tanítások is annyira felszínesek, hogy mindig mondják, hogy így angol, hogy I got it, és mondja Kevin Trudeau, hogy you ain't got it, nem érted. És ezt az arroganciát, ezt tudják, hogy sátáni arrogancia, ezt kell az embereknek kiiktatni, mert akkor van az az alázat, hogy atya, gatya, tényleg itt van még egy finomabb szál, még egy finomabb szál. És amikor a finom szálakat kezdjük érteni és magunkba integrálni, akkor megyünk fel rezgésbe. Hallani valamiről nem enged minket felezgésbe, az egónak egy jó, hogy mondjam, támpont, amit fel tud használni arra, hogy tudod, kekec vagy nem kekeckedjen, hogy azt mondja, hogy ezt én már tudja. Nem így működünk. Tehát ez az első, hogy az elme szűr, torzít és általánosít. A másik, ugye akkor kérdezzel akkor a traumoldásról. Mindenki traumatizál. Én csak adtam egy receptet.
Az ego egyik fegyvere a trauma, félelmek és bűntudat. Ha ennek nem ismerik a logikáját, nincs kiút. Én adtam egy kulcsot. Most ez aki hallja, az a fénnyel van, aki nem, ugye, hogy Jézus is mondta, hogy aki isteni, az hallja az Isten beszédét. Aki nem, azért nem hallasz, mert nem tartozol Istenhez. Megint vissza mit? Kihez? Nevel tanításához és az én tanításomhoz. Az ember istentelen. És nem érti, hogy mennyire sejtszinten. És amit én mondok, hogy az egyik fő kulcs ahhoz, hogy az ember tényleg ki tudjon szállni ebből a rossz, alacsony rezgésű, antikrisztusi világból, hogy nézzen mögé a traumáinak, mert onnan ered minden. Most ez nem evidens. Ezért az ember mit csinál? Töröl. Nekem nincs trauma, igen. Én mindjárt megmutatom, hogy hány van. Ezernél abba hagyom, hogy ne álljuljál el. És az ember, aki tényleg tiszta látást, tisztán látást szeretne kérni, az hallja, amit mondok. Nagyon kell vigyázni most a csillagmagoknak, mert nem mindenki körülöttünk tiszta. Nem mindenki a fénnyel van, sőt, a többség nem azzal. Egy páran ezt tudják, egy páran nem, és onnan tudod, hogy valaki nem a fényt képviseli, hogy nem alázatos. Hogy nem akar hallani semmi más, csak a saját maga módját. Hogy támad ez az antikrisztus. A sátán támadja az Istent, támadja a fényt, támadja az újat, támadja a változást, és ezt az emberrel elhitették, hogy ez a jó, és nem ez a jó. Ezt tett tönkre minket. Tehát, amíg az emberben szorongások vannak, ítélkezések, félelmek, támadások, polarizálások, dualitások, addig az ego uralma alatt állnak, addig az antikrisztusi programok futnak, addig Isten ellenes, és innentől kezdve nem fog tudni gyógyulni, ha csak nem arra fókuszál, hogy ezeket a teremtő forrás és Isten ellenes programokat semlegesítse. Harmadik kérdésed, erre kérlek segíts, mert jó sokat föltettél, a Dr. Joe Dispenza. Igen, meditációk, igen, meditáció ereje. Oké. Jó pár évvel ezelőtt utaztam, egy kliensem felvett így egy hetes áttörésre, és Bostonba repültetett engem, akkor San Diego-ból, és én akkor szeretek csöndbe lenni. És mellettem ült egy hölgy, és állandóan beszélni akartam, mert akkor szépen beszéljünk. Kiderült, hogy ő volt Joe Dispenzának a titkárnője. Szóval hatalmas, nagyon jót beszélgettünk, és azóta is kapcsolódjuk vele, tehát tényleg minden le a kalappal, meg minden respektusom az övé. Viszont amit az ember átad így YouTube videókon keresztül, az 1%, az 1%-án. És ezt az ember megint nem érti. Dispenza is mondja, és nagyon sok olyan kliensem volt, aki az ő kurzusaiból jött át, hogy az elmének eszméletlen mélysége van. Aki az elmé mélységét ismeri, az alázatos lesz, mert látja, hogy ez egy profi tudás, egy doktorátus szintű tudás. És ha az ember alázattal elfogadja és elkezdi tanulni, teremtői erőre kap, meggyógyul, a test meggyógyul, a világ rendbe jön, a kapcsolat, minden rendben lesz, anyagiak, stb. És ő is mondja sokszor, csak az emberek nem hallanak, ezt Dr. Joe is tudja, hogy az emberek nem hallanak, mert szűrnek. A régi világban az ember a kényelemre volt, és a felelőtlenségre volt drótozva. Á, ez túl sok, ez túl, ne, inkább ezt, tudod, egy kis izét, tudod, könnyű valamit, és nem volt soha hajlandó magát tolni. És a meditáció az csodálatos. Erről tartottam rengeteg előadást, a YouTube-on is van fent videóm erről, hogy az olyan, mint egy desszert. Tök jó, de az nem a fő étel. A meditációban az történik, hogy bemegyünk olyan zegzugába az elmének, ahol nyugalmat találunk, békét találunk, talán felfedezzük azt az irányt, ami a szívünkben van. Ez tök jó, ez fontos. Viszont nem old ellenállásokat bennünk, mert nincs súrlódás. Általában nyugalmat keresünk, a súrlódás viszont a törzsfejlődésünkhez szükséges. Ha valaki minket nem triggerel, legyen ez egy másik ember, legyen ez egy üzenet, amit a tévében látunk, vagy valami, akkor mi azt a programot nem ismerjük fel, tovább rezeg, és ez az alacsonyabb rezgésű program befolyásol minket, és titokban, tudattalanul
lent tart minket a mélyben. Tehát, és amíg ezek az alsó rezgések, alacsonyabb rezgések is jelen vannak, nem fogunk tudni isteni tudatosságban az új földön létezni, és most az égiek azt mondták, hogy ha nem takarítod ki a buksit, ha nem nézel szembe, a benned lévő negatív rezgésekkel nem kapsz engedélyt emelkedni. Oké? Én azért mondom, én a megoldást adom, de én tudom magasabb szinteket is. Most én nem azért jöttem ide vissza, Marci, hogy itt az emberek kedvébe járjak. Ezt mondtam többször. Ez furcsa az embereknek, mert a sötétség mindig hazud szok, hogy majd ő csicskáztatja, tudod, a fényt, meg hogy úgy olyat mondj, ami nekem tetszik. Nem tudok olyat mondani, mert ahhoz, hogy te jól érezd magad, neked hallani kell, amit mondok, mert az a kiút az Istenhez, a bőséghez. Ugyanaz, amit Neville mondott. Csak Neville még visszafogta egy kicsit magát, ami nekem megkértek, hogy ne csináljam, mert akkor őt még nem hallották. Hát, néha föl kell rázni az embereket, és valóban a valóság egy, ezzel az arca, vagy ezzel a ruhája. Tehát erről most az eszembe, hogy Szabó Lőrinc is mondta, hogy csak így lehet, ha miért, tehát kell bizonyos gyakorlati útmutatás, és én úgy látom, tehát hiába imádkozik, nagyon szép az ima, és az imával is sok mindent ugye el lehet érni, és esetleg az imáról, hogy hát ez így lehet, hogy nem hűvel szemben más kifejezés, hogy a helyes ima, vagy de van, akik csak abban hisznek, hogy az ima ereje, és akkor elég imádkozni, és akkor, de valóban sokszor van ennek is ugye eredménye, de úgysem mindegy talán, hogy milyen tudattal imádkozunk. Tehát elvárások, nagyon nagy elvárásaink vannak, vagy tényleg a valóban azért imádkozunk, hogy találkozunk a találkozásért. Én azt kérdezem, hogy megválaszolj, hogy mi az imáról, hogy picit beszéljek? Igen, igen, Oké. talán az imáról. És már van, akinek az az útja, hogy csak az ima, és tehát nem végez ilyen gyakorlatokat, amit ugye te is most itt tanítasz nekünk, a visszátszorongás helló új életben. Tehát azt mondja, hogy merég elni. Igen. Hogy teremtő. Az ima akkor működik, amikor az elme üres. Ennyi egyszerű. Az üres elme az az isteni kapcsolatot szimbolizálja. A legtöbb ima az egy könyörgés. Az egy ilyen megalázkodó, egy ilyen alacsonyabb rezgés, jelen, hogy ja Istenem, adjál már, mert nincs. És az Isten azért nem ad, mert a nincsből kunyízik az ember. Nem erejébe van, hanem egy szükségben van. Amikor az ember szükség van, akkor az Isten a szükségtelenséget fogja megadni. Az ima ereje az elme ürességével, mond párhuzamban. Mit mondok mindig? És Jézus ugyanezt tanította. Takaríts ki a buksit, az elméd uralja a világot, azzal teremtesz minden szabad, minden rezgésed, az elméd programok szerint vetül ki a külvilágra. Ha ott jól vagy, bármit csinálsz és mondasz, védve vagy, meg fogod tudni teremteni, amit kívánsz, tiéd lesz a mennyek országa. Na most ezt az ember nem akarja hallani, mert soha senki nem beszélt még a mélységekről, az ember felelőtlen volt, tunya, és olyan programok futottak még az elméjébe, hogy ne hallja meg a fényt, és inkább adja be a derekát alacsonyabb rezgéseknek. És az ég esznek, hogy oké, szép volt, jó volt, elég volt. Most az ember vagy tényleg felszáll egy magasabb, egy felelősségű, tudatosságú idősíkra, vagy marad ott, ahol van, és akkor ő a következő 26 ezer évig megtapasztalhatja azt, amit eddig nem tanult meg, amit én átadok nagyon-nagyon gyorsan. Oké? Okay? Tehát itt most tényleg választóval előtt van az emberiség. Vagy meghallja, amit mondok, akkor azt az Istenre van, és a fényában, vagy elutasítja, mert ő még a sötétséget választja. Nem baj, azt mondják fent, hogy persze, menj akkor ezzel a fekete vonattal ki szívem, és majd megtanulod azt, amit a Robi próbált téged megmenteni. Ha nem érzed magad érdemesnek arra, hogy megmentsenek, akkor majd megtanulod a másik megközelítési módot. És most ez folyik ki. Na most ez egy kicsit brutális. Brutális időkben élünk, bibliai időkben élünk. Valami van egy csoda időség az emelkedőknek, a tiszta szívűeknek, akik tényleg hajlandók magukba nézni, azoknak csoda történik egyik csoda másik után, a másikra nem, mert egyre inkább rombolódik le a világuk. És a kettő azért van most bemutatva, mert aki itt ebben istentelenül, akkor takarítatlan antikrisztusi elmével bír, annak nem működik az élet. Ő
magáért felelős, mindenkit visszaengednek a fénybe, az organikus életbe, az utolsó pillanatig, de az embernek érdemesnek kell magát érezni. Okay? És amit én átadok, az egy rendszer. Rendszer nélkül nincs kiút. Ez olyan, mint a GPS. Menjünk le Balatonra. Csak a GPS megkérdezi, hol vagy? Honnan menjünk le Balatonra? Ja, Hát itt vagyok a Kossuth-Lajos utca 12-en. Bum! Föl, és akkor ott már van egy kiút. Kell egy rendszer. Túl sok volt, amit tudja, hogy hablagy. A hablagy az egy iránytalan, majdnem egy felelőtlen, egy nesze semmi fog meg jól hozzáállás, amiben nagyon sokan belebuktunk. Én az emberekért vagyok, engem megkértek fentről, hogy aki elém jön, elém tárol, azt én segítsen. Nem anyagilag feltétlenül, hanem tanáccsal, a kedvességemmel, a jó szívemmel, engem ők védenek. És ez irritálja a sötétséget. Beszéljünk egy picit a sötétségről, és utána halljunk a következő kérdést. Három formában jelenik meg a sötétség. Az igazi sötétség, ami a Földön úgy volt, amiről az emberek úgy sacper kb. Tudnak, azokat már eltávolították. Az égiek megmentettek minket, mert mi képtelenek voltunk arra, mert túlságosan sötét gondolkodással bírt az ember. Őket eltávolították. Na most itt van ez a napvillanás előtti időszak. Vannak Földön kívüli sötét erők még, akik befolyásolják, de csak azokat, akik az elméjükben integrálatlanok. Honnan tudod, hogy befolyások félnek, szoronganak, nincsenek jól, idegesek, agresszívok? Ezek a sötét erők. Azt lehet csak befolyásolni, hogy az elméjében nem integrált. Aki traumatizált. Miért beszélek traumáról? Én jól vagyok. Én átmentem, rengetegen traumatizált voltam. Azért mondom, mert ez a recept. Balatonra akarsz menni? A Kossuth-Lajos utcába? Így kell oda eljutni. Ennyire egyszerű. Okay? Tehát vannak ezek a földön kívül sötétségek. Van egy másik része, nagyon kevesen vannak még köztünk. Jézus is mondta, az ellenség házon belül van, köztünk van. Oké? Okay? Nem túl erősek, tehát ezek ilyen kis, tudod, szenyák, meg spiri csoportokba tudod, támadnak, meg ilyenek, de mindegy, tehát ezeket el lesznek távolítva, nem fogják bírni a bejövő fényt. A harmadik sötétség az emberek elmébe van, a traumákban. Nem fog tudni az ember emelkedni, az új földre jönni, ha nem oldja fel ezeket. A kettő világ inkompatibilis. Okay? Tehát a sötétség most támad. Onnan tudod, hogy agresszívak az emberek. Dudálnak, ököt ráznak, tudod, a forgalomba káanyáznak, tudod, és tényleg ezek a nagyon unattraktív viselkedés, mindek ez mind a sötétség, a takarítatlan, istentelen elme. Oké? Okay? Szegény, Nevagárda itt lenne, annyira megölelne, és kezet fogna velem, hogy végig valaki, aki kimeri mondani, és igazi irányt ad az embereknek, az emelkedőknek. Hát Én ugyanarról tudok beszélni beszélsz. emberekhez. Mondja, drága. Ugyanarról beszélsz szerintem. Ugyanaz. Egy az egyben, csak részletesebben. Csak részletesebben, és Igen. Adsz olyan gyakorlati kapaszkodókat, ami tényleg már itt van minden, csak használ. Tehát ez az embereknek van. Na most mondok még valami nagyon pontosat. Marcsi, aztán elragudj, hagyom, hogy kérdezz. Az ember azért van egy rossz állapotban, mert érdemtelen, méltánytalan és értéktelennek hitte magát. Elutasította az erejét, elutasította a felelősséget, elutasított mindent, ami őt erőssé tehetni. És mikor a viszlát szorongást csináltam, akkor innen mi hiányzik? Felelősség, erő, ész, búra, bocsánat, és ha tényleg az ember egy kicsit viccesen mer rálátni, és nem veszi személyesen a dolgot, akkor tényleg hamar meggyógyul. Hát a hogyan, ez nagyon fontos szerintem, ahogyan, mert keresi mindenki. Én azt látom, hogy nagyon sok ember van, aki keresi a kiutat, de ugye rengeteg információ van, és a hogyan nem mindig tiszta. Itt Igen. ugye itt van a kézzelfogható kis odaadod a szekeret is, hogy tessék, itt van, ezzel lehet menni. Én Igen. ezt így látom. Nincs más út, mint ahogy az István a király mondta, nincs más út, mint az Isten útja. Ezen vicc. Oké? Okay? És amikor az megvan, az integrált elmén keresztül lehet csak oda eljutni. Nem imádkozni, mert az ima, az az elme integrálásának a funkciója szerint működik. Néha sikerül, néha nem. Oké? Okay? És az integrált elme fogja csak biztosítani a nyugalmunkat.
a jó egészséget, egy igazi minőségi életet, ami az isteni élet. Az integrált elme adja meg majd a fénymagoknak a védelmet, és az igazi bőséghez szükséges alapokat az új földön. Csak eddig ezek a magasabb lényeink, meg a teremtő el voltak utasítva az emberi elmében, az őrzőket is cserben hagytuk. Küldtek, hogy segítse, mi egóztunk, nekem nem kell segítség. Én vagyok a magam ura, ha majd rájössz. És ezek az alsóbb dimenzionális énjeink, ez az arrogáns, ego énjeink, ezek az égiek kikapcsolták az uralmukat. És az ember tényleg vagy visszaintegrálja a magasabb énjeit, a magasabb tudatosságát, vagy nem fog tudni emelkedni. Hát így van, ilyen egyszerű. Most hirtelen ebben a témával, tehát nekem ez így teljesen így világos, meg szerintem megnyugtatja azokat az embereket is, így akikben ilyen kettősség alakult ki, vagy ilyen hasonlítgatás. Az emberi elme ugye hasonlítgat, hogy most a Robi ezt mondta, a mástól mást hallott, és akkor sokszor így más-más irányba kezdenek az emberek kutatni. De hát a hegyre lehet ugye egyenesen menni, körbe-körbe, mindenkinek más, ugye, más az útja lehet Igen. oda a csúcsra. És Egy hogy ki kihívás hallja van. meg a fibulát. Egy kihívás a marcs, az embereknek nincs ideje. Mikor Igen. nevagárul még tanítottak, még volt egy évszázad. Most nincs egy évszázad. Aha, igen. Itt az Tehát idő most itt most. a cselekvés ideje, igaz? Igen. És még Cselekvés. annyit hadd mondjak, hogy nagyon hálás vagyok, hogy ezt felhoztad, mert én látom, mit csinálnak az emberek. Tudod, látom a sok rossz hozzászólást, a támadást. Sajnos ez az antikrisztusi programozás. A fénymagoknak nagyon kell tudni, hogy nem szabad rájuk hallgatni. Most makkan meg az antikrisztus. Makkan meg. Tehát szó szerint hülyül meg a világ, mert nem takarították egy buksit. Aki az Istennel van, még akkor is, ha nem százas. Tudod, ez a lényeg, hogy nem azt kéri tőlünk, hogy tökéletesen csinál, csak legyen meg a szándékot, hogy ne a sötétséget szolgáld. Szeresd magad, szeresd a másikat, szeresd az Istent, és segítenek nekünk. Mondok még valamit, és ezt megosztottam a belső körbe, de megosztom itt is, mert nagyon nagy jelentősége van, hogy az embernek egy és egy kiútja van, ahogy Neva mondta, integráld magad vissza az Istenhez. Ez azt jelenti, hogy a forrással együtt vagy, nincs szeparáció. Ha kérünk, megadatik. Nem mi akarjuk a terhet makacsan, önzően, bután tolni, viselni, és ez az kell, hogy a traumáinkat oldjuk fel. Nagyon fontos, hogy kimaradni ebből a sok narratívából. Amikor az emberek megvan ez a kapcsolat a forrással, akkor van biztonságban, akkor van a számára a legmegfelelőbb vezetés, védelem, és ez a lényeg most, hogy ne embereket idézőbe kövessünk meg, tudod, én áhítattal csodáljunk, hanem integráljuk vissza az elmén keresztül magunkat a forrással, engedjük be a segítséget, bocsássunk meg magunknak a cserben hagyásainkért, mert cserben hagytuk az Istent, cserben hagytuk az őrzőinket, cserben hagytuk a másikat, ezeket engedjük el, és utána minden jó lesz. Jó, ez az üzenetem, hogy egy, nincs más út, csak az Isten útja, és ezt a te elméden, a teremtővel való kapcsolaton keresztül tudod igazán kézben tartani. Szép végszó nagyon. Ez már hozzátenni nem tudok többet, tényleg én sem. És nagyon köszönöm. Van-e még valami esetleg, ami még benned ezzel a témával itt kapcsolatban esetleg valami esetleg jön neked még, akkor azt szívesen meghallgatnám, amit átadni az embereknek, akik még bizonytalanok. A fénymagoknak üzennek, hasonlót kérnek, hogy adjak át, mint amit már kifejeztem, de megmondom most így egy új energiában, hogy tudjátok, hogy szükségünk van rátok, ti vagytok a földi hadsereg, mi látunk titeket fentről, és mi segítünk nektek éjjel is, mi a fületekbe suttogunk, a testeteket védjük, mi védünk titeket. Ne adjátok be a derekatokat a kétségeknek, tudjátok, hogy veletek vagyunk, a fénnyel vagytok. Tudjátok azt, hogy mi szeretünk, bennetek van az erő, viszont ezt nektek el kell tudni fogadni. Ennyi. Hát én nagyon szépen köszönöm. Csodálatos végszó volt, és
Kívánok neked nagyon szép napot, és akik meghallgattak és meglátták a videót, őnekik is mindenkinek kívánom a legjobbakat, egy valódi tisztán látást, tisztán meghallást, hallást. Sziasztok! Szia, Robi! Köszönöm szépen a beszélgetést! Szia! Szia! Sziasztok!